Sziasztok! Ez itt a Geek Life Hungary csatorna, ez pedig itt egy... Pillanat, belecsöngettek. Úristen! Félre innen. Te majd jöjj meg máskor. Húskacok, lányok! Akkor kezdjük el a videót! Mi van a dobozban? Na szóval, kedves lányok, kedves srácok, mindenki, ma be akartam mutatni egy figurát, de most ahelyett, hogy bemutatnék egy figurát, bemutatok egy majdnem még negyedileg sem kész, de figurát, ugyanis a Degostoninak hála, Degostini cégnek hála Magyarországra érkezik egy újfajta, ilyen gyűjthető újság, nevezetesen a Vasember, a legendás páncél újság sorozat. Még egyre túl sok mindent nem lehet róluk tudni. Most már előrendelhető, egy ideje sok helyen láttam én is, hogy először akkor feladott a posztom, úristen 500 forint, és akkor így fú, legalább az első számot nézzük meg, hogy milyen, úgyhogy de itt nem egy lesz, hanem mindjárt egy és kettő számot is berendeltem, úgyhogy wow. Na szóval a dobozféle, amúgy a dobozban, ugye akkor benne van az első két szem, az első szem egyébként nagyon acekul néz ki, ugye maga benne van ez a Vasember, ismer meg a Vasember történetét, nagy sikerű mozifilm alapján, és építsd meg az ikonikus páncélt, ugye az első számhoz tartozik, majd erről közelebb lesz mindjárt egy sok, ugye láthatjátok, hogy benne van a Vasembernek a sisak darabjai, ugye amit itt egy csavarhúzóval, összetudtok már elkezdeni szerelni, van benne elektronika, elemek, nem tudom még, hogy hány, de elég komplexnek látszik. Nem tudom, hogy fém vagy nem, egyelőre nem bontjuk ki. És itt van rögtön a második szám. És na most a második számban Vasember egyik, talán a jobb lábát rakhatjuk össze, lábfejét, amiben szintén ott vannak az elemek, gondolom szintén hangeffekt, világ, itt minden, úgyhogy wow. Lenyűgöző, ugye a második szám az 1490 forint, nem csak előrendelőknek, ez az első két szám, ez az újságosoknál ilyen csökkentett ára lesz szerető, ugye az első szám 500 forint, a második szám pedig 1490. Ez egy nem szponzorált videó, ezt magam miatt csinálom meg, mert imádom a Vasembert. Szóval, aki előrendelte az újságot, az az első számok mellé kapott egy ilyen kis füzetmappát, amiben három darab plakátot kapott, ami egyébként eszméletlenül néz ki, mert megnéztem. Van egyszer egy ilyen csodálatos Tony Starkos, ez a Mark 3-as páncél konkrétan, amit gyűjtünk össze. Van egy ilyen képregényes rajzolású, ami ez biztos, hogy be fogom keretezni egyébként mindegyiket. Van egy ilyen képregényes rajzolású, rajta az összes ismert hosszúállóval. És utolsó, de mégsem a leggyengébben kinéző plakát, ami a Hulkbuster Armor, ami szerintem eszméletlen jól néz ki. Ugye a Ultron Collage dizájnnal. Tudom szerintem, hogy Ultron robotot püföl éppen a földbe. Úgyhogy, ezt ma hozta nekem a futár. Gyakorlatilag az újságosoknál én úgy tudom, hogy augusztustól lesz elérhető azoknak, akik nem előfizeték, hanem akik újságosnál szeretnék megvenni majd az első számot. A harmadik számtalom, hogy 2490 lesz darabára, vagy 3000, azt hiszem van egy prémium lehetőség is, de ezt nem tudom pontosan elmondani. Nézzétek utána az oldalon, majd ide berakom lentre a leírásba. Minden esetre én azt tudom mondani, hogy rendkívül szép és rendkívül összetett kis cucc ez, kis apró csavarokkal, meg csavarhúzóval. Szóval sokan írták meg, reagáltak erre úgy, hogy ez nagyon nagy beruházás, ugye ez egy 60 centis Iron Man lesz, most nem is tudtam, 60 centi, most mit tudom én,
méter, ekkora. Tehát egy normál méretű Iron Man is, egy talpazatot is kapnak az előrendelők, stb. De nem kell előrendelőnek lenni az, hogy gyűjtsétek. És még egy dolog, ugye sokan azt mondják, hogy ugye 100 darabos lesz ez az egész, és ugye nincs rá garancia, hogy végigmegy, ugye van olyan, hogy valaki elkezd gyűjteni egy bizonyos sorozatot, mit tudom én... Régen volt a fecsegő tipekőkből ilyen gyűjtő, meg a Billy világa, meg az ilyenekből, és ha valami nem megy végig az ilyen újságoknál, akkor ugye nem kapja meg az ember a végleges vasembert, amiért ugye kiad sok-sok, akár 100 000 forintot. Valakik már számoltak, hogy ilyen 300 000 fölött lenne a vége, de hát havonta 3 000 forint szerintem elmegy másra is, úgyhogy szerintem nincs azzal semmi baj, ha valaki berugáz erre, inkább csak maximum az a rizikófaktor zavar engem is, hogy vajon végigmegy-e a magazin, de hát én bízok abban, hogyha minél többen veszik, akkor végigmegy. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy megéri, egyedre ezt mondom, aztán a továbbiakban meg meglátjuk, hogy hogyan alakul. No, úgyhogy ennyi lenne ez a kis szösszenet videó. Ha tetszettek a videót, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek, hogy a további számokat is, ahogy jönnek, bemutassam, hogy mi van benne, akár szereljük össze egyesével az adott számok részét, hogy lássátok, hogy mégis aprólékos maga egy-egy páncéldarab, akkor azt írjátok le a komment szekcióba, és wow, hát találkozunk a következő videónál, ami bármi lehet. Sziasztok!